Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jön egy kis Warframe. Nemrégiben kikerült Quatchai nak a csatornájába egy videó, ahol ő, ő, Diki Diamantis, illetve Tactical Potato meginterjúolják. D.E. Scottot, és sokat beszélgettek a játékról, néhol jó kérdéseket tettek fel neki, néhol pedig á, amolyan jó fej vagyok, és nem akarok nagyon durva kérdést feltenni neked, kérdéseket tettek fel Scottnak, de egy valami világossá vált abból a videóból, és ha akarjátok, akkor beszélgethetünk bővebben arról a videóról, egy valami világossá vált -e abból a videóból az az, hogy a Warframe sosem lesz az régi, és azok, akik az endgame-re, a régi endgame-re vágynak, azok nem fogják már megkapni ezt ebből a játékból, csak akkor, hogyha Maguk generálják meg saját maguk uh, fan uh, kedvéért. Tehát nincs amiért, elmény level tízezerig, de ha akarsz, el tudsz menni. Tehát ez lenne az üzenet. És ennek fényében szeretném nektek bemutatni Hildrinnek az új Augment modját, és hogy milyen lehetőségeket lehet vele elérni um, aki tudja, aki nem, bizony kijött három új augment mód mostanában, egyik a titániáé, másik a herojé, amit kiemelnék, hogy igen kecsegtető ö, lehetőségeket rejt ö, csapat szinten, és a másik a hildriné, amit szeretnék bemutatni, és ö, felhívni rá a figyelmeteket. Egy kicsit kívül fogunk gondolkodni a dobozon, a Warframe dobozán, és nem arra fogjuk használni, amire egyetlen gondolták. Úgy gondolom, hogy nagyon kevesen fogják ilyen formátumban használni a Hildrint, mert annak ellenő, hogy a Warframe már nem a régi, még mindenki mindig, mindig arra fókuszál, hogy a minél nagyobb és tankosabb enemit le tudja verni, és a Hildrind potenciálisan hatalmasan nagyon erős tank, viszont egy nagyon ilyen félig csalás, modolás létezik rá, amivel az emberek tangosítani tudják ezt a karaktert. Én ugyanakkor most meghívlak arra, hogy uh, egy kicsit kívül lássuk ezt a karaktert, és uh, tudván magamat egy régebbi Warframe játékosnak, ahol a crowd control nagyobb szerepet játszott a játékban, mint manapság, mert nem volt annyi DPS karakter, így ezt szeretném bemutatni Hildrin új augment modját és lehetőségét rá. Kett kettő modolást csináltam, amit láthatjátok. Az opció és a lehetőségek rajtatok fognak állni. A ti dolgotok, hogy ezt jobbá tegyétek. Na most az a lényeg, hogy az új augment mód az azt csinálja, hogy a hármas képességet be van kapcsolva, a kettes képesség elnyomásával azon enemikre, amelyiket a hármas képesség eléri, tűzbe fogja őket hozni. Ez a képesség áthat a falakon is. Oké, okay. tehát ahova a hármas képesség elér, a kettes képesség bekapcsolásakor tűzbe borítja az enemiket, és tölti vissza Hildrinnek a síldjét. Nagyjából annyit tölt vissza, amennyit elveszítesz. Nagyjából, nem teljes mértékben, nagyjából. Ebbe beleszámodi a sérüléseket is az enemitől. Na most az a build lényege a területen való crowd control, illetve DPS. DPS alatt annyit értek, hogy sebzés per másodperc továbbá, ha alacsony szinteken csinálod a küldetést, amit látni fogtok mindenre példát itt ebben a videóban, ha alacsony szinten csinálod a küldetést, akkor, akkor megölöd a pályát. Igazából tegyük fel egy gyors uh, extermination mission akarsz menni egy lead capture-on, egy literally capture-on, Hildrin, nem szarén, nem ember, nem, nem volt. Hildrin, az új, az új DPS Hildrin. Mobile Defense, Hildrin, az új augment modjával. Amennyiben ilyen littől mezóig akarsz menni, egy szóló küldetés, egy gyors küldetés, DPS-elni akarod az zenemit megölni, Hildrin, nem kell energia, nem kell semmi. Nézzétek meg a bildet olcsó előállítani. Ahogyha az árkinekre kerül a sor, barrier, Aegis, uh, amire neked szükséged van, de egy barrier vagy egy aegis vagy mind a kettőt tudom ajánlani, mert töltik a shieldet. Szóval uh, rajtatok áll, hogy mit csináltok vele, de én szerettem volna elhozni nektek ezt a... Um, különleges, hogy nem mindig arra fókuszáljunk, amire kell. És itt a videó vége felé meg fogom mutatni, hogy mennyire, hogy, hogy mi az a szituáció, amiben nem tudna helytállni. Ez a modolás. Oké, okay, szóval uh, tudjátok, hogy jöjj, jöjjön az egésznek a lényege. Uh, Ezekbe a szituációkban ne keveredjél a hildrin és az új Augment módjával, mert minden bizony a szólóban nem tudnál helytelni egyáltalán um, ilyen hatalmas magas szinteken. Uh, szóval ügyelned kell rá, hogy sose vegyen körbe 20 darab Heavy Gunner fókuszált tűzzel rajtad és szólóba legyél. és a körbe 20 darab um bombard, és fókuszált tűzzel mindegyik rád lőjön, sose vegyen körbe téged, semmiféle keményebb korpusz ellenféle és egyszerre rád lőjön, továbbá sose vegyen körbe 20 darab 165-ös batalis sentient, mert valószínűleg insta belehalsz ezzel a modolással, és sose legyen nálad semmilyen erős fegyver, ami nem képes ezen enemiket leülni, és akkor minden bizonyal ezzel a ezzel az augment móddal, illetve területen való uh, hatékonyságával sosem tudná látni. Ja, és ügyelj rá, hogyha endgame-re mész ezzel, a, ezzel az összeállítással, akkor ügyelj arra, hogy ne legyenek társaid, és a társaid egyáltalán ne segítsenek neked. Tehát uh, ilyen szituációkban nem szabad keveredned a Warframe-be ezen, uh, ezen modolással. És, uh, ja... Ennyi, ennyi lett volna uh, röviden, de amint látjátok, amennyiben nem feltétlenül endgame-re akarjátok ezt a karaktert, de úgy gondolom, hogy egy csapatot nagyon jól ki tudna segíteni akár ott is, akkor nagyon-nagyon-nagyon, uh, hogy is mondjam, uralni tudjátok a játékot úgy, ahogy manapság kevesen teszik a warframe -be. Olyasmit adhattok magatoknak, illetve a csapatotoknak, amit kevesen adnak, és ez a crowd control élménye, ha esetleg alacsonyabb szinteken vagy, akkor a DPS élménye, a push to win élménye. Régen létezett ez a kifejezés, a Warframe, hogy push for to win, nyom meg a négyest, hogy nyerjél, na most nyom meg a kettest, illetve a hármost egyszer, és utána csak a kettest, hogy nyerjél, mert felperzseled a pályát. Nem beszélve arról, hogy státuszolja az enemiket, tű státusz armort lecsökkenti. hogyha már itt tartunk, de... Um, srácok, ennyi, ennyi, lett volna. Szerettem volna nektek beajánlani, és mint látjátok, nem lehetetlenség elérni ezt a modalást szerettem volna nektek beajánlani, lássátok, van, létezik, um, és ja, ha a heró mód érdekel, és mit lehet vele elérni, akkor írjátok meg. Azt kifejezetten ki tudnám emelni, hogy egy hasznos augment módnak. Továbbá, hogyha kíváncsiak vagytok, hogy miről szólt a Quite Shy DKD és Tactical Potato D.A. Scottnak a beszélgetésének a tárgya, illetve a Warframe jövőjét, hogyan látja D.A. Scott, és mit akarnak elérni a Warframe-mel, akkor nagyon szívesen lefordítom és elhozom nektek a tartalmát annak a másfél órás videónak, úgyhogy ha arra kíváncsiak vagytok, akkor beszélhetünk arról is egy egész uh, jó képet adott, vagyis uh, uh, kérdeztek a srácok, és díszkot adott rá választ arra, hogy milyen irányba tologatják, akarják eltolni um, a Warframe-et. Srácok, nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, a következő Warframe videóig. Sziasztok!